Négy nő. Volt egy előző darabom, aminek Tóték volt a címe. Fenyőszak és csend, véken a tájon, simogat és sötét, mint a fekete báson. A nyújtózkodás megvolt, nincs több dolog mára, furcsa vendég érkezik Mátra Szent Annára. Tóték szép ruhában, egy magas fenyő alatt, mindjárt három óra, s a szívük majd kiszakad. Egy gyantaszedő épp most vágja fejszét a fába, hogy a francba került ez az ideg roncs a házba. Hangosan szörcsög a szivar, ordítok a kukkos óra, az őr nagy megsértődik minden egyes szóra. A napok egyre nyúlnak, nem akarnak fogyni, tilos ásítani és tilos gondolkozni. Elperdül a világ, elborul az elme, a jámbor tűzoltónak fogytán a türelme. Az asztalról kizavartabb búvó helyen nincsen, miért nem szól ilyenkor? Közbe a jó Isten, hullafáradt vagyok, abba kéne hagyni, meddig kell még, uram, dobozt hajtogatni. Csattog, csattog, csattog a margó vágó, szól a móta reggel óta, csattog, csattog, szuhog az éjszakába. Egy dobozban alul, a halál is lapul, erős nagyon, csak szegény Gyula, meg ne fagyjon a fronton, meg ne fagyjon. A munka folyik tovább, nincsen akadályom, Tóth úr szájában lapul az őrnagy zseblámpája. Önző döntést hozott, hajnal egykor pontban, a budiba zárja magát, s nem jön ki többé onnan. Hiába szólítgatját, az asztalhoz hiába várját, egy angyal is képes ölni, ha sokáig provokálják. De folytatódnak tovább a pokoli kalandok, megborulni látszik a tűzoltó parancsnok, s az éves szabadságot maga előtt látja. Az űrnagyot a májvád alatt négy darabba vágja, és hallgat, hallgat, hallgat a margó vágó, most minden szépen úgy lesz, mint régen. Hallgat, hallgat, hallgat az éjszakába. Halálos csendben, szemük serepben, kedv az már nincs, erős nagyon, csak szegény Gyula, meg ne fagyjon, meg ne fagyjon, meg ne fagyjon. Köszönjük szépen! Kvártett.